István négyszeres világ és négyszeres Európa bajnok asztali teniszező vehette át az emberi méltóságért kitüntetést. Az Emberi Méltóság Tanácsa azokat részesíti elismerésben, akik hivatásuk gyakorlása mellett jelentős közéleti tevékenységet is kifejtenek. Az asztali teniszező azzal érdemelte ki a díjat, hogy egyrészt a világ legeredményesebb sportolói között tartják számon, másfelől az utánpótlás nevelés terén is maradandót alkotott. Nevéhez kapcsolódik az úgynevezett kiflipörgetés, melyet ő talált ki, és korábban csak ő tudott. Amikor megtudtam, először is körülnéztem, hogy mégis kikaptak ilyen díjakat. Nagyon neves írók, költők, művészek, zenészek, a Benkőikre gondolok, és mi sportolóként másodiknak kaptam, akkor egy kicsit elérzékenyültem, hiszen ezek az emberek nagyon nagy értéket képviseltek, és értéket teremtettek, amit aztán hát átment ilyen példaképpé, és ha úgy mondhatom, én is bekerültem közéjük, és ez nem csak viselni kell, hanem ezzel hivatásszerűen kötelességek is járnak, és azt tovább kell adni a fiatalságnak, hogy próbálják meg ők is ezt az utat járni. A fiatalokat nevelem, játszom még külföldön a mai napig, indulok az öregfiúk világbajnokságon, van még feladat, de az üzleti életben is ott vagyok, tehát hétnapos embernek hívom magam, tehát én nem tudok megállni, megyek éjjel-nappal, mert még valamit el szeretnék érni.